Kedves nézőink, a 21. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál koncertjét látják. Már is átadom a szót Pavlovics Dávid művészeti vezetőnek és a Szegedi Egyetem kínai hallgatójának. A beszélgetés angolul zajlik. Zhuge Li, huanying ni lai Szeged. So we will speak in English, but just I know just a few words in Chinese. We are very happy that you have come here to the studio. You are actually a student in our class in the Szeged University. So, and you are at the same time participant of the Szeged Eurostrings Guitar Festival in the master classes. So please tell us about your experience. About the festival? Yeah, about the festival. Yeah, it's amazing. It's a very fantastic, amazing festival, and I had a master class with Jonas, yes, Ekholm. Yeah, he's a great musician and he gave me a lot of interesting idea, and that helps me a lot with my performance in the future. I mean, I can't do it immediately, but they are very useful. Yes. Yeah. Great. So you are from China, from Suzhou, right? In next to Shanghai or somewhere in the area? Yeah. Well, my university was in Suzhou, so I got education there. Your birthplace is further away. So, tell us about your experience about Szeged or studying in the university. Here? Yes. Well, I just been here for 1 year. Yes. Yes. So I can't say that I'm very familiar with here now, mm-hmm. but I'm still during the discover and about the city and mm-hmm. the study, but for as far as now, I feel very, very grateful to come here, and it's so good to study with you, and also the environment of this whole country and whole city and our university, they are amazing. Mm-hmm. It's so funny that I think it's very, like, this country is full of music. Yes. When I arrive at the airport, the name of the airport is Liszt Ferenc. Liszt Ferenc Airport. Yeah. Great. And this was the first time that you spent time in another country outside China, right? Yes. Okay. We are very happy. Thank you very much. Thank you. Most Jonas Ekholm koncertje következik, utána pedig csatlakozik Dávidhoz Krizsány Csenge, ő a Szegedi Konzervatórium hallgatója. Thank you.
Hi, everyone. Thank you to anyone who's joining right now. Good evening. My name is Jonas Aon, and I'm very excited to be playing this little live stream concert. Now that we can't play concerts live some places around the world, it's very nice to be on live streams and trying to do it as live as it can be, you know. So thank you very much, and thank you to the Eurostring platform, to the Szeged Guitar Festival for letting me play here. And yeah, so the first piece I just played was a piece by John Dowland, his Chromatic Fantasy P71. I'm gonna continue with a piece by Miguel Jobe, and I'll be playing his variations over a theme by Sor, the Opus 15, which first is a variation over a theme by Sor, La Folia, and followed by then a couple of variations that are actually by Sor himself, followed by then Jobe's variations. So yeah, enjoy.
Thank you. So I will continue with a piece by Joaquin Rodrigo, and the piece I will be playing is called Invocación y Danza, and it's quite an interesting piece because it's made for Manuel de Falla. It's an homenaje to Manuel de Falla, and in the beginning, the first half of the piece is Rodrigo trying to summon the ghost or the spirit of Manuel de Falla. So it's kind of spooky and eerie, the first half of it, which is quite beautiful. And throughout the entire piece, Rodrigo used plenty of quotes from de Falla's music. So sometimes you can notice different things sticking through, and also the just thematic seconds that he de Falla was very good at using. He has that as well. So here comes Invocación y Danza. Thank you.
So I want to thank everyone for listening. If you're still tuning in, thank you. If you just tuned in, my name is Jonas Jan, and this will be my last piece for the small little concert. So again, I want to thank very much the team of the Szeged Guitar Festival for letting me play here and for helping us performers a lot. So thank you for being so kind, and thank you to everyone right now listening. And yeah, I really hope in the future to be able to play live at some concert and hopefully meet some of you. Would be absolutely amazing. But for now, thank you very much for listening. I'll be ending my concert with a piece by Roland Jön. It'll be the third movement of Triaela. That movement is called Clown Down, and the subtitle for that is Shismonti in Circus. So thank you very much, and have a very good evening.
Na, Csenge, nagyon köszönjük szépen, hogy befáradtál ide a stúdióba. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. És neked különösen érdekes tapasztalatod van így a fesztiválon belülről, hiszen te három Eurostrings artisttal is kapcsolatban vagy, az X-skola program, illetve a kurzusok keretében. Kik is azok, akikkel beszélgettél eddig? Májával, Ninóval és Pavellel. Igen. Vagyok így egy csoportban. Igen. Tehát kezdjük a Májával. Mája egy fiatal szlovén gitárművész. Hogy mit sikerült megtudnod róla, vagy milyen volt a kapcsolat vele? Hát még nagyon kezdetleges, szóval inkább ilyen ismerkedős időszakban vagyunk még, és később kezdünk majd el úgy szakmailag is jobban megismerkedni. Igen. Na most ő küldött nektek egy videót, egy ilyen üdvözlő videót. Az alapján milyennek tűnt neked, mint személyiség vagy karakter? Hát így mindenki nyitott szerintem a szakmában, szóval így nagyon nyitott, meg kedves volt eddig mindenki. Igen. És a idegen nyelven való kommunikációról milyen? Az milyen? Tehát volt már korábban ilyen tapasztalatod, hogy angol nyelven, vagy egyáltalán más nyelven valakivel írásos formában kommunikáljál? Hát nem igazán, inkább élőben volt, hogy így rá voltam úgymond kényszerülve, igen, hogy akkor feltaláljam magamat, de most végre kipróbálhatom magamat. Aha. Nyilván néha kérek segítséget így Google-on keresztül, fordítóval, de igyekszem, és akkor így tudok fejlődni is. És mi a tapasztalatod, hogy ők, a Eurostring művészek, ők mennyire jól beszélnek angolul, vagy hibáznak, vagy... Hát pont Bogival beszéltük, hogy Bogi volt, amikor így nem értette, hogy mit írt, azt hiszem, Nino? Igen. Igen. És megpróbálta le Google fordítózni, de hogy így nem jött ki, mert szerintünk ő is ezt használta, szóval igen, így nem kellemetlen, mert... Tehát így... gyakorlatilag mindenki felszabadultan tud beszélni, és nem ez számít, hogy most hibás-e. Na hát nagyon köszönjük szépen, hogy... Köszönöm én is. Maja Kraj koncertje következik. Good evening and welcome to my online concert. I'm very happy that I can be part of this year's Szeged Guitar Festival and that I can play something for you today. I will start my program with Johann Sebastian Bach's prelude from his 998 prelude Fugue and Allegro. Thank you.
I will continue with Three Caprichos de Goya by Mario Castelnuovo Tedesco. I will play the first capriccio, Francisco Goya Lucientes Painter. Then I will continue with Capriccio de Goya number 13, which one is more overwhelmed, and the last one will be number 20, entitled Gift to the Master.
For the end, I will play Invierno Porteño by Astor Piazzolla. Thank you.
At this point, I would like to wish you a nice evening and thank you for tuning in. Goodbye. Nekem nagyon tetszett ez a koncert. Én nekem azt tetszik a Majában, hogy nagyon fiatal, tehát ugye azt hiszem 19 vagy 20 éves, és valami olyan színpadi jelenléte van, ami valami egész elragadó. Nem tudom, neked hogy tetszett, Csengi, a koncert? Nekem is ugyanilyen benyomásom van, meg mindig érdekes hallgatni így más nemzetiségű gitárosokat, mert teljesen máshogy játszanak szerintem. Vagy hogy más, igen, így érződik a játékukon, hogy máshogy tanultak, meg hogy máshogy tekintenek az egészre, és ez így érdekes, érdekes másokat is hallgatni, és így volt Majával is. Igen, élmény volt. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen. Mi is köszönjük nektek, és holnap a zárónappal jövünk, nézzenek bennünket, viszontlátásra!